Szakó László vagyok, 25 éves, szakmámból kifolyólag autószereléssel foglalkozom, és hobbim a mercedesezés. Ezt az autót én körülbelül 3,5, majdnem 4 éve vásároltam. Igazából nem ezt szerettem volna. Én 126-os kupét szerettem volna mindenféleképpen. Az a gyerekkori hülyeségem meg az álmom. Egy jó barátom beszélt rá erre, és igazából nem bántam meg. Voltak hajtépős időszakok, meg voltak majdnem feladom, meg elegem van, beleszarok az egészbe, de aztán mindig úgy voltam vele, hogy nem véletlenül került hozzám, nem akartam elkótyavetyélni, hiszen már nem nagyon van ilyen autó. Aztán igazából így elkezdtem felújítgatni, és akkor végül döntöttem, hogy megtartom. Ha elegem van bele, akkor bezárom a garázsba, és akkor nem megyek oda pár hétig, vagy foglalkozok a másik autóimmal, vagy nem tudom, de nem szeretnék megválni tőle, mert nagyon sokat köszönhetek ennek az autónak, nagyon sokat köszönhetek azoknak a barátaimnak, akiket emiatt az autó miatt ismertem meg. Volt, akit alkatrészt vásároltam, volt, akinek én adtam el, tehát így ment a bizniszelés meg az, és akkor így összehaverkodtunk, és egy egész erős baráti társaság összejött ezekből a dolgokból, úgyhogy igazából nem szeretném eladni. Aha. Hát azt azért tegyük tisztába, hogy ez nem az a 24-es, amit minden nap az utcán látunk, ugye? Hát nem. Tehát hogy pontosan mibe is ülünk? Ez egy 92-es évjáratú, ki kell hangsúlyozni, hogy 92-es évjáratú, nem E-klasszos, tehát még a vasorú, ahogy szokták mondani. Ez egy 124-es Mercedes, amiben egy M119 kódjelű 4,2 literes motor van. Sokan összekeverik az 500-assal. Tény, hogy nagyon sok mindenben egyezik az autó, de vannak olyan részei, ami különbözik. Ami csak erre a típusra jellemző, van olyan, ami csak a V8-as szériára jellemző, és van olyan része is, ami effektív a legutolsó taxi 200D-ben is benne van. Aha. Tehát mondhatni, hogy összeér, de igazából nem. Mindenre figyeltek, amire kell, és így állt össze az autó. Tehát amúgy teljesen most a motort leszámítva is azért teljesen más vezetési élményt ad. Persze, más a lengéscsillapító, más a futómű, kardán alagút nagyobb ugye a váltóvéget, tűzfal is máshol van, hogy beférjen a 8 henger. Ezekben már gondolom a legvastagabb féltengely van. Persze. Nagy diff is. Ja. Egy laikus ember ránéz kívülről, akkor ő csak azt látja, hogy hú, ez egy öreg merci, meg ilyen volt a fateromnak, vagy a nagyapámnak, vagy mit tudom én, de... Meg mennyi ilyen taxi volt az utakban? Mennyi ilyen taxi, ezzel jártunk mindenhova, de nem, ezzel nem járt senki sehova. Ezt ugye akkoriban nem csapatásra tervezték ezeket a nagy motorokat, hanem inkább a hosszú távú utakra. Igen. Ugye autópályáztak inkább ezekkel többnyire. Ebben mennyi kilométer van most? Ebben pontosan 453 ezer kilométer van. Az első gazdája, aki ezt újonnan megvásárolta, ő egy tejüzemnek az igazgatója volt, ha helyesek az információim. Akitől én vásároltam, ő 13 évig járt Budapestre vele minden nap Tatabányáról, meg volt vele nyaralni külföldön, meg Magyarország területén elég sokat használta, úgyhogy azért van benne kilométer, de engem sose érdekelt, hogy mennyi van egy autóban, ja. Tehát ja, ezt foglalkozók, hogy nem érdekel. Látom, hogy jó állapotú és frankó, akkor megveszem. Igen. Az első tulajdonos, akit említettél, akkor nála készült az újságcikk is, amit mutattál nekünk, ugye? Szerintem igen.
vagy még az úr előtt, aki megvásárolta. Vagyis a gyár, bocsánat, a Kárpát utcai szalon tulajdona volt akkor az autó, ha az ő év, vagy ugye hát az emberi ezt nem lehet tudni. Mutattál nekünk egy kisebb mennyiségű számlát, igen, amiket így összegyűjtöttél. Ez hogy nézett ki? Te mit csináltál ezzel az autóval? Hát igazából én először csak használtam, ugye nekem Audim volt előtte, akkor vegyünk egy 126-os, nem volt, jött ez az autó, hát ugye fiatal voltam még, akkor még nagyobb hülye voltam, mint most. Aztán hát ugye nyomtam ki a szemét, mindig ment a racse, meg az acsarkodás, aztán elfáradt az egyik oldal a hengerfejtömítés, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor szétszedtük a motorját csavarra, mindent rommá, az utolsó csavarig, tehát üres volt a 8 hengeres tömb, el lett takarítva, az összes csavar le lett kadmiumosztatva, tehát meg lett csinálva becsületesen, láncok a vezérműtengelyeknél, a olajátvezető csövek, azok ugye műanyagból vannak, típus hibája a szériának, már fémre cseréltük, tehát létezett utolsó évjáratos eselekbe, meg 500-as, 140-es bercibe fémből voltak ezek az olajcsövek, ezeket én átraktam bele a műanyag helyett, így stabilabb és nem törik el. Meg lettek csináltatva a hengerfejek, a szelepfedeleket le, porfestettem, tudom nem gyári színű, de nekem így jobban tetszik. Összes tömítést kicseréltem, gyújtókábelt, motorkábelköteg, az alsó az újra egy gyártva nem rendelhető, a felsőt azt még meg tudtam vásárolni hozzá. Az állítótag fel van újítva, úgyhogy igazából vízpumpa, minden, ami olyan volt, csapácsor, gyűrűk, azt mindent eldobtunk, és új van benne. Természetesen nyári, úgyhogy... Hát azért akkor ez egy komoly felújítás volt. Igen, igen, viszonylag a váltót azt nagyon féltem a váltótól, hisz ugye elég nagy erőt és nyomatékot visz át, szóval gondolkoztam, hogy fel kéne újítani, de aztán az a tanácsot kaptam egy barátomtól, hogy inkább ne nyúljak hozzá, úgyhogy csak kicseréltem benne pár tömítést, meg elmosogattuk, és akkor így friss olajjal, a belevaló szűrővel, ugye, mert a V8-as olajszűrő szintén más, mint a nem V8-as, ellenben ugyanúgy néz ki, csak van benne szerep, úgyhogy a belevaló olajszűrővel föl lett olajozva, és akkor így teljesen jól teszi a dolgát. Ahogy te megvetted az autót, ahhoz képest milyen változtatások lettek rajta? Igen, ez egy jó kérdés. Szerettem volna valami egyedit, vagy olyat, ami nem sok embernek van itthon, vagy nincs effektív. Úgyhogy nézegettem bele 500-as osztott üléses bőrbelsőt, de hát ez nem elérhető kategória sajnos. Legalábbis számomra nem. Aztán egy barátom, illetve az édesapám küldte ezt a belsőt, amit éppen hirdettek, és egy barátommal kimentünk érte Németországba, és akkor el lett hozva, be lett szerelve, fel lett újítva, zöld bőr, nem a Sportline, hanem a sima, nem tudom, hogy létezett-e zöldből Sportline, gondolom, hogy létezett, de nagyon ritka lehet. Úgyhogy ilyen nincs, tehát 8 hengeres autó, tehát ez a V8 alapból nem egy gyakori, de zöld bőrrel meg aztán pláne. Gyári extra benne a dupla, tehát a két oldali motoros ülés, az elektromos antenna, ugye a Becker rádióból ez a 2000-es Mexikó, ez már tudja azt is, hogy minél gyorsabban megyek az autóval, felhangosítja magát, illetve lehalkítja automatikusan. És még mindig 92-ről beszélünk így amúgy. Így van. Egyébként lehet rá csatlakozhatni CD tárat is, tehát azt is tudja, de nem CD-zek, úgyhogy ez nem opció. Motoros kormányoszlop, tempomat, félre sötétedő belső tükör, 4 elektromos ablak, van benne ASR, kalaptartóban motoros roló, gyári riasztó, bicska kulcsos, az fontos megjegyezni, hogy ez sem a sima fekete kis bicska, hanem még alapos szürke, ebből sem nagyon van már, de tudom, hogy évek óta nem rendelhető. Szállni lóerő? 279 lóerő volt gyárilag, most nem tudom mennyi.
De egyébként higgadt kocsikázásra is teljesen alkalmas. Tehát A-tól Z-ig széles a paletta, bárhogy lehet vele mozogni. Tudomásod szerint, vagy ismerősi köreidben mennyi ilyen típus van Magyarországon? Hát, igazából az ugye két V8-asban is négy fajtát különböztetünk meg, illetve bocsánat, ötöt. Van az E60 AMG, arról nem beszélünk, az a csúcs. Abból egy darabot tudok itt van egyébként, ami magyar papíros, és rendesen használják, egy limited ráadásul, 95-ös vagy utáni, elég ritka. Van ugye az 500E, van az E500, ugye annyi a különbség, hogy az E betű előről, hátulról előre költözött a típus megjelölésben. 93 év végétől volt az E-klassz, ugye onnan számít a Merci E-osztályt, tehát onnan számolják. Ami előtte van autó, tehát évjáratban előtte következik, az mind a szám után van a betű, illetve 93 után meg fordítva van. Aha. És akkor így jön a 420, ott már nem 400, hanem 420, E420, ez 400E, van az 500E, illetve az E500. Nem foglalkozok vele, hogy most esik vagy fúj, a havat azt nem nagyon szeretnék vele, tehát nem nagyon szeretném, ha megismerné a havat, de effektív, most hogy esik az eső, nem. Ja. Használom. Tehát igazából én azt az elvet vallom, hogy az autóban értem és nem én érte, de ettől függetlenül nem izgat. Megyek, használom, aztán majd lesz valami. Fontos megemlíteni, hogy ugye ez az autó még nincs kész. Igen, ez most körülbelül 70%-os szinten van. Egy fényezés az majd terve van, tehát le lesz fényezve kívülről. Lakatosunk a szerencsére nincs vele, mert nagyjából rozsdamentes. Motorváltó, hajtás, futómű az nagyjából új, vagy felújított. A belsejével nem kívánok többet foglalkozni. Igazából most már csak ilyen szépítgetés, meg egy-két apróság, ami még elmaradt. Például ilyen a hűtőventilátornak a kerete. Sajnos az, mikor megvásároltam, az nem volt rajta, és 2,5 éve keresek hozzá, és nem találok. Tehát az a baj, hogy ha van pénzed, sem tudod megvenni, mert nincs. Tehát nem az van, hogy leugrok ide vagy oda, vagy elmegyek a bontóba, aztán majd valaki ad egyet, nincs. Tehát ezt el kell felejteni. Éjjel-nappal eBay, meg kinti bontóban esetleg, talán egyszer-egyszer, de már ott is tudják, hogy nem egyszerű ezeket életben tartani, és nem adnak el semmit. Akinek ilyen autója van, az meg főleg nem. Tehát attól egy csavart nem tudsz elvenni, mert nem adja oda. Igen, viszont ettől függetlenül, hogy ez még nincs kész, azért nem nagyon álltál, megvettél egy másik autót is. Igen, egy barátomnak köszönhetem igazából azt is, tőle vásároltam egy 106-os kupét, ugye az álmomat annak idején, ami helyett ugye ez lett vásárolva, most összejött az is. Arról csak annyit árulok el egyenlőre, hogy egy fekete 560-as kupé és gyári V-maxos, tehát a 300 dollár-os motor van benne. Ez az első sűrű darab? Nem. Igen, tehát 26-os kupéból egyébként több van, mint 400E-ből. Uh-huh. Tehát gyakoribb darab. 72.000 valahány száz példán gyártottak a 26-os kupéból, ebből nem gyártottak 5000-et. Ja. Amúgy visszatérve erre egy kicsit, ebből volt kéziváltós? Nem. Hát ezt csak automatával árulták. Így van. És ez mennyi, ez 4 fokozatú automata? Ez 4 fokozatú automata, igen. És kettesből indul. Tehát alapból, amikor nem rúgod el a gázt, vagy nem rúgod el neki, akkor ez az autó az kettesből indul. És hogyha padlózod, akkor egyesbe visszakorod. Akkor egyesbe, igen, igen. És ezekben volt még, vagy volt már sportfokozat, vagy bármi ilyesmi? Nem, vagy? Nem. Hát itt van a standard, meg ugye a dupla V-s, a Winter. Aha. Tehát téli mód, meg a standard. Vagy van olyan, amelyik ekonomis például. Aha. Ott nem engedi azt hiszem annyira kiforogni. De tehát akkor a félreértések elkerülés végét az S az nem a sport. Nem, az a standard. Yeah.